Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás. Ennél a jóslásnál megnézzük az ő gondolatait, terveit, az érzelmeit, és azt, hogy hogyan közeledik hozzád. Először bepillantunk az ő gondolataiba, ami itt középen látható. Itt a képen megjelenik egy hamis személy, valószínű, egy hamis nő. Ő eddig megbízott ebben a nőben. Úgy érezte, hogy minden rendben van. És ő maradt ennél a gondolatnál, akkor is, ha mások eddig figyelmeztették őt, és mondták neki, ne bízz meg ebben a nőben, de eddig megvolt a bizalom. De jelenleg töpreng valami felett, és tudja most azt, hogy másoknak igazuk volt, a nő hamis, hazudik, becsapta őt, kihasználta őt. Ki ez a nő? Ez lehet a volt társnője, vagy lehet, hogy még mindig benne van ebben a párkapcsolatban, vagy valaki a családból, vagy valaki a munkahelyén. Mivel most rájött arra, hogy a nő hamis, és nem bízik meg benne, eltávolodik tőle. Lesz egy irányfordulás, más irányba haladnak az események, mint eddig. Itt van a nagy szerencse. Neki is ez szerencsét hoz, hogy rájött arra, hogy nem bízhat meg ebben a személyben. De neked is szerencsét hoz, mert annál jobban közeledik majd hozzád. Sőt, itt láthatóak az érzelmek. Itt volt egy hosszú út, és a múltban voltak küzdelmek, kihívások. Most változik a helyzet. Ez az út más irányba halad, és van előttetek egy közös életút, egy hosszú távú terv. Ő szeret téged, szerencsétek lesz a párkapcsolat területén, itt is megjelenik a nagy szerencse, és a ház, hiszen lesz egy közös otthon, vagy ki tudtok építeni valamit. Jelenleg még egy pillanatra befele fordul, lezárja a múltat, rendezi a dolgait. Itt a hátam mögött ez a két kehely jelenti a jövőt, ezt a hosszú életutat. Kettőtöket, a szeretetet, a szerelmet, a bizalmat kettőtök között. A sors kereke ebbe az irányba fordul. És mit fog tenni az itt látható jobb oldalon? Ő nagyon sokat töpreng. Tudja, hogy itt most összeomlik valami. Nem úgy lesz, mint a múltban. Itt is látható, hogy elhagyjátok az egyik partot. Közeledtek egy új part felé, az a jövő. A gondolataiban megjelensz te is. És itt lesznek változások. Itt látható ezen a képen a változás. Itt a 10-es szám jelent egy új kezdetet, amikor egy új periódus kezdődik az életetekben. Itt megvannak az érzelmek, itt van egy közös jövő, itt van a boldogság. Ami az ő jelenlegi helyzetére utal, az itt látható, ez a virágcsokor. Vagy tudatában van a te szépségeddel, a jó indulatoddal, a szép környezettel, vagy vannak nála jó gondolatok, szép érzelmek, lesz egy kellemes meglepetés, hiszen megajándékoz téged. Ami a te jelenlegi helyzetedre utal, itt látható a horgony. A biztonság érzete a párkapcsolatban, ahol le tudsz horgonyozni, ami az otthont illeti, hiszen megtalálod a helyedet, ott is le tudsz horgonyozni. De jelenti a munkát, a hivatást is, egy stabil helyzeted.
És ez volt az általános jóslás. Persze, megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást. A díjam 4000 forint. És ha tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, ha jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!